Önt, Mátyás király, ki ne ismerné? 15 éves korában választották királlyá. Elnézést, hogy így ismeretlenül megszólítalak, te idegen fiú, de mit fürkész tekinteted? Szia, hát egy kicsit fura a ruhád. Szabó Marcell vagyok. Hunyadi Mátyás. Van egy ilyen nevű csávó a történelemkönyvben. Tényleg? Aha, de miért van korona a fejeden? Mert király vagyok. Király vagyok, persze. Hisz legfeljebb annyi idős lehetsz, mint én. Én 15 éves vagyok. Te? Én is. És tudok írni és olvasni is. Nagy ügy, mindenki tud. Mindenki? Dehogy is. És egyedül vezetek egy hatalmas hadsereget. Mi? Azt a... Leszünk haverok? Lehetünk. Nekem adod a koronádat egy ezresért? Nem. Bizony-bizony, Mátyás király korában nem mindenki tudott olvasni. De ő igen. És volt egy hatalmas könyvtára is, amiben tartotta a híres koordináit is. Lenéredem Torgencium, ostende pátum virginis. Miritur omner securum. Nos, fiam, másolja ezt a kódexlapot. Egy hónapja van rá. Egy hónap azért az kicsit kevés. Akkor igyekezzen. Csodálatos az a könyv! Imádom a korvinákat! Megőrültél? Mivel írsz? Golyóstollal. Hát te azt még fel se találták. Ja. Bocs. Akkor lúttollal. Egy-egy korvina lemásolása eltartott akár egy évig is. Ez alatt Mátyás király sokszor áruhába járta az országot, kíváncsi volt, hogy érzi magát a népe. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia. Uram, királyom, az udvari stylist várja önt a szalomban. Köszönöm, János szolga. Megyek. Hát rajtad meg mi ez a furcsa maskara már megint? Uram, királyom, köszöntelek. Mátyás, miben segíthetek? Kit látogatsz meg ma? Nem is tudom. Mutasd, mit van. Ha a polgárokat, akkor ezt ajánlom. Ha a fazekasokat, akkor ezt. Ha pedig a kondásokat, akkor ezt ajánlom. Igen, szerintem a kondásokhoz megyek. Kitűnő választás. Hoppá! Ezt a fura fejfedőt is magamhoz veszem. Uram, királyom, ez egy baseball sapka. Ez kb. 600 év múlva lesz divat. Igen? Kár. Menő kis cucc pedig. De szerintem akkor én már nem fogok élni. Mátyás király kiváló hadvezér is volt. Fiatal korától kezdve ő irányította a fekete sereget. Vajon miért fekete ez a sereg? Talán mert fekete a ruhátok? Vagy mert ez a csóka... Nem, varjú. Akarom mondani, holló. Ez itt fekete? Vagy amiatt a hadvezér miatt van, akinek a kedvenc színe a fekete? Jó kérdés. Ezt még mi sem tudjuk. Egy biztos, a mi seregünk neve nem sárga, hanem fekete. Köszi! Egy ilyen erős és bátor férfiúnak felesége is volt, Beatrix. Egyenesen Itáliából jött. Csodaszép volt, és nagyon művelt. Mátyás, ideje bővítenünk a könyvtárunkat. Nincs még ott elég könyv. Olvasson, igen, olvasson a népünk. Legyen a magyar nép művelt. Igen, drágám, jó ötlet. És
És az épületek is eléggé elavultak, Mátyás. A stílus nem tetszik. Hívjunk ide híres építészeket Itáliából. Igen, drágám, jó ötlet. És a visegrádi palota. Arra is ráférne egy felújítás. Kicsi átalakítás. Igen, drágám, jó ötlet. És szeretnék még az udvarunkba zenészeket, színészeket, költőket és táncosokat. Igen, drágám, jó ötlet. Scusa per andare in centro. Most már ti is tudjátok, hogy Mátyás milyen hatalmas és bölcs uralkodó volt. 32 évig volt király. Róla szól ez a dal. Kb. 600 éve volt, ha akarod, mond tovább. Matyikára feltettek egy arany koronát. Akarta vagy sem, azt nem is kérdezték. Így szólhattak Mátyásról a magyar népmesék. Vezette az országot, mint pásztor anyáját. Visegrádon húzta fel az egyik tanyáját. Íratott sok könyvet is, ó, az a Corvina. Beatrix nap szülinapra lett egy pódia. Mátyás a jóságos, Mátyás a bölcs. Törvényei kemények, mint pocakban a görcs. Igen, említésre méltó a serege, ami szerintem sárga volt, ja nem, fekete. Pimasz volt a kamasz, áruhába bújt, rongyos paraszt képében feszítve a húrt. Mátyás haja hosszú volt, nem fogta az olló, gyerekkora óta kedvence a holló. Mátyás a jóságos, Mátyás a bölcs. Törvényei kemények, mint pocakban a görcs. Igen, említésre méltó a serege, ami szerintem sárga volt, ja nem, fekete. Ezt az adást és az M2 Matricák többi epizódját megnézheted a MediaClick M2 Matricák weboldalon.